A Ponsdanubi LGTC alapításakor még Bastanák Tibor látta el a polgármesteri feladatokat Észak-Komáromban. Most Marek Anton tölti be a tisztséget, ám a stafétabotot átvette, s a társulás küldetését, úgy mint elődje, ő maga is fontosnak tartja. Az LGTC a nemzeti parlamentok beleszólása nélkül tud támogatást kérni az Európai Unióktól. És most az a trend van előtérben, hogy támogassák főleg a régiókat. Tehát ennek a feladata az, hogy a határon átnyúló együttműködés a fő tartalma, és ebből mink az nélkül, hogy nekünk valaki beleszóljon állami szinten, támogatást tudunk szerezni, és már sikerült is, és még remélem, hogy fog is sikerülni. Marek Anton Észak-Komárom polgármestere szintén jelen volt a Ponsdanubi LGTC média projektjének nyitó konferenciáján. Ez ugye ez egy európai ilyen települési, együttműködési csoportulás, és azzal a célja volt ez megalapítva, hogy együttműködjenek a régiók, és egymásnak segítsenek, és információ át legyen adva. Ez már most 2 éve ment, és sikerült már néhány Európai Uniós támogatást szerezni, és ez is egy, amin ma összejöttünk, ez is egy nyertes projekt, ez az információ átadás, és ezt nagyon fontosnak tartom abból a tekintetből, hogy úgy, mint a városunkban, Magyarkomárban, Kisbéren, Tatán és a többik, itt részt vesznek Gyala és Gútán is, mindenféle akciók vannak, ünnepélyek, valami történik, és mégis itt a lakosság száma kb. 200 ezerre is tehető ebben a régióban. A közös gondolkodásúak vagyunk, közös, azt lehet mondani, a történelmünk is. És jó volna, hogyha egymásról többet tudnánk, nem volnánk elszigetelve. A város első embere úgy véli, a kezdeményezés kulcsfontosságú lehet, hiszen több esetben volt az eddig tetten érhető, hogy csak azért nem jártak a városok polgárai a szomszéd rendezvényén, mert egyszerűen nem tudtak róla. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Ponsdanubí, Crossing Borders by Information in the Ponsdanubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponsdanubí régióban, Crossing Borders by Information in the Ponsdanubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.